Sziasztok, én Marci vagyok, és ez itt a FIFA 20 karriermódunk harmadik része. Ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Kommentben írtatok ötleteket, hogy kiket vásároljak meg. Őket beraktam shortlistre. Pillanat. Szóval, João Félix, Tammy Abraham és José Gaya. Őket ajánlottátok nekem. Szerintem azeket, akik nem kellenek nekünk, őket eltávolítjuk. Nézzük meg, mennyi pénzünk maradt, már nem emlékszem, rég vettem fel az előző epizódot. 21 millió, hát igen, ebből nem sok mindenkire telik. Még augusztus második felénél tartunk, szóval még lehet esélyünk igazából. Az Ajax default csapattal fogunk menni egy természetesen szimulációt a VVV Venlo ellen. Nem tudom ki ez a csapat. Ő 8. hely, azért az már szerintem húzósabb lesz, ráadásul idegenbe. Reméljük a szimulálás is sikerülni fog. 4-0, nem tudom, miért is kételkedtem egy ilyen zseniális csapattal, mint ami nekünk van. Hát azért valamit összeraktunk. Meg is érkeztek a jelentések a három emberünkről. Szerintem Gájával fogom kezdeni, a legfontosabb. 21 milliót ér. Oké, viszont azt írja nekünk, hogy most érkezett a klubhoz, úgyhogy nem fog sehová jönni, és ez igaz is, úgyhogy sajnos őt nem tudjuk megvásárolni. Úgyhogy nézzük Abrahamet. Most ő is csak most érkezett, szóval vele se tudunk mit kezdeni, ez nem egy jó hír, és nézzük João Félixet. 28, ő kicsit sok, és máshol van kölcsönben, úgyhogy buktuk az összes ötletet, jól elmondtam. Nézzünk valaki védőt azért gyorsan. Most nézem egyébként, hogy még egy ötletet írtatok. Santi Minát. Őt még megnézzük, meg beraktam most pár embert, hogy nézze meg a valaki nekünk, hogy kik ők, akiket beraktam. Kiderül. Természetesen ő sincs scoutolva, és mondta, 15 nap. Őt be is buktuk, azt hiszem csak 9 nap lesz scoutolni. Hát ez esélytelen itt augusztus 27-én, hogy akármi is történjen. Elérkeztünk az átigazolási szezon utolsó napjához. Hát ez nem egy jó hír. Ugyanis van egy kis pénzünk, és nincs kit leigazolni, nem tudom, hogy egyszerűen kit lehetne, aki itt le van scoutolva, és meg is tudjuk venni. Hát senki más nem tudunk le scoutolni, úgyhogy nekünk véget ért szerintem a átigazolási szezon. De azért lepörgetem ezt a 10 órát, aztán jelentkezem, hogy mi történt. És le is járt az átigazolási szezon, a nyári átigazolási szezon. Kaptunk mindenféle értesítéseket, viszont ez minket egyelőre nem izgat. Gyorsan tartunk, akkor nem tartunk egy meccs előtti edzést, ugyanis ma van az első szeptemberi mérkőzésünk, szimuláljunk. 5-0, elég könnyen nyeljük ezeket a meccseket. Megyünk tovább az időben. És a fiatal csapatunkból, egy fiatal csapat jelentését megkaptuk. Teljes potenciálú vagy? Ó! Oh. Hogy ő már játszhat a felnőtt csapatban, viszont 49-es, és nagyon béna potenciálod van, úgyhogy sajnos téged el kell, hogy engedjünk. Ő viszont már egy sokkal jobb potenciál rendelkező, és CM-et játszó ember, akit megvárjuk, hogy felnőjön, aztán meglátjuk, hányos potenciálja lesz.
kiderül, addig is újabb fiatalokat keresünk a csapatnak. Nézzük meg nekik is a jelentéseket, hogy ők kiket hoztak nekünk. Potenciál 61-81, nem. Hát 91-es potenciál, és kapus. És 17 éves, ő már egy picit öreg, viszont ő jöhet az ifi csapatunkba. Két 16 éves még maradt, 94-es potenciál, ő tud játszani támadót, középpályást, ő jöhet. Ő 91-es potenciál, rád most nem vagyunk kíváncsiak. Akkor még megnézzük az utolsó scoutunk jelentését is. Na, ő nagyon sok embert talált. 15 éves, argentin kapuban is tudsz játszani, az oké, és viszont kevés a potenciálod, úgyhogy te nem kell lesz. 90-es potenciál nem elég, 65-ös potenciál gyenge, 74 nagyon. Hát viszont ő nem talált jókat, igen. Jaj, véletlenül leigazoltam, na őt mindjárt is távolítom a csapatból. Jaus Akadémitől. Hol vagy? Hol vagy? 80-as potenciállal te. De eddig hárman vagyunk a fiatal csapatban, nem baj. Majd leszünk többen is. Rendben. Közben ezerrel kell az edzéseket végrehajtani. Négyen edzettek. Nem tudom, hogy miért. Ja, igen. Mert nemzetközi tornán vannak, így nem tudnak velünk edzeni. Semmi baj. Menjünk is a következő mérkőzésre. Jól van. A Herren-Wien ellen otthon fogunk játszani. Vagy nem tudom, hogy kell kiejteni. Nézzük meg, milyen eredményt tudunk hozni. 2-0-ás győzelem, azért ez már egy szarosá mérkőzés volt. És elérkeztünk első Bajnokok Ligája mérkőzésünkhez. A mai videót ráadásul ezzel is zárnánk, hogy lejátsszuk ezt a Bajnokok Ligája mérkőzést, ugyanis megpróbálok rövidebb videókat csinálni, mint ahogy azt ígértem is nektek. Nagyon királyul néz ki ez a tavalyi újítás. A Los C Lille ellen fogunk játszani. Átváltunk a Bajnokok Ligája presetre. Játsszuk is le, de hogy szimuláljuk, játsszuk is le első meccsünket igazából a harmadik részben. Eddig nem igazán játszottunk, mármint úgy, hogy én irányítottam a csapatot. Hát ez valakinek nem tetszett, valakinek igen. Mostantól néha fogunk játszani, de természetesen ezt a Bajnokok Ligája meccseket fogjuk nagy részt lejátszani, meg hát talán egy-két holland bajnok is. Nem maradjunk meccs nélkül a videóba. Professional nehézségen játszom, 4 perces mérkőzéseket, úgyhogy meglátjuk, hogy így tudok tenni. Mi kezdjük a mérkőzést, akkor hajrá, fiúk, nyerjük meg ezt a meccset. Ajajajajajajaj. Tovább akartam tenni, de nem sikerült, viszont visszaszerezzük a labdát, ez nagyon nagy lesre indult. De nem! Ezek szerint nem is gyenge lövés, nem is tudom, hogy onnan miért lőttem el középről. Jó, ez simán a kapusé lesz, aki természetesen nem foghatja meg. Itt megpróbáljuk valahogy, nem tudom. Ne, jajajajajaj, eladtuk a labdát, jól van, semmi probléma, visszaszereztük a labdát. Jó, vannak bajok a csapattal. Nem tudom például, hogy ez az előbbi passz próbálkozás mi volt, és hogy Bamba vezeti a labdát, az biztos, és hogy Bamba nagyon elrontja. Nem tudom, mi van veled, Fika. De ups, ezt kicsit belecsereztük magunkat. Oké. Hát egy eladásból az ellenfélé lesz a vezető találat a 20. percben. Igen, ez elég nagy hiba volt. Semmi probléma. Idegen. És egy itthon kapott gól. Rögtön. Nem mi vezetünk, és hosszú passzokat adunk. Nem játszunk jól, bele kell lennülnöm. Bele kell lennülnöm. Jó, picit rájöztetünk is, elcsúszott, de szabadrugásra jön a csapat, hozzá nem értem
a játékosod, az úgy igen. Nagyon ügyes vagy, Pifaj, meg... Mit csinálsz? Csavartod itt onnan? Oké. Nagyon értem a játékot. De... Ha? Aha. Én balra húztam, hogy lefasztoljon balra, és kiadtam középre. És egy kapufájból küld, üres kapura, ez a úriember. Na jó, hát kettőn úrral szép lesz nyerni. Vezessük el. Picit kiszöktetjük. Az mondjuk, azt szerintem kézzel utána nyúlt, így bepassz. Nagyon ki akartam cselezni őket. Ja, milyen kalapda. Próbáljuk meg játszani, mert ez eddig nem sikerült. Nem kéne annyit kapkodnunk. A kapkodásból történik a bajok. Ezt visszaadom. Visszahúzom. Egy beadás. És ez egy fejes gól onnan. Sajnos nem, de egyébként egy jó próbált leszett. Semmi probléma. Megindulunk a szélén. És talán be tudunk passzolni. Hát a bepassz jó volt, csak aztán ott bennem volt senki. Mit csinált az ember? Állt a labdába, de meg nem tudtuk leszerelni. Jó, gyönyörű az indítás a jobb szélre, csak a középső Rashfordunk lassan fut. Nem baj, nálunk maradt a labda egy kicsit szerencsével. Csak aztán bepasszoljuk, ahol Rashford nem bír megküzdeni ellenfelével, és utána fél elrúgta a labdát. Vége van az első fél időnek. 2-0 ez a Lille-nek. Ez nem egy jó hír számunkra, nem baj, van egy fél időnk még lőni 3 gólt, reméljük összejön. Nagyon cselekedett rajtunk ez a fiú. Becsúszászos szerelés nem jött vissza. Ez szép, szép volt. És a kapusunk egy rakás szerencsétlenség, ezt hogy nem védte ki? 3-0 vezet a Lille, de ezt hogy nem védte ki? Nem. Most rá kéne rohannunk az ellenfélre, lepjük meg ők egy szólóval itt, picit a szélem. Lepasszoljuk, visszahúzzuk. Egy hosszú passzokat, nem csak nem tudom miért a földön és miért nem a levegőben. És már eléggé csökken az esélyünk. 56. percben 3-0-ra vezet az ellenfél, ezzel nem minél vagy fogunk tudni kezdeni valamit. Ott egy indítás, de ami jönnek középen, defenzívbe tettem, felteszem ultra attackingra, így majd jönni fognak legalább a játékosok, csak védekezni nem mennek nagyon vissza. Semmi baj, most támadnunk kell. Cselezget ez a gép, nagyon cselezget. Csak az a baj, hogy ezzel nem tudok mit kezdeni, talán a kapuig nem mindig jutnak el belőle, de feltart. Legalábbis pici indítás akart lenni a szélre, de ezt középre adta be. Úgyhogy ezt sajnos megint elszúrtuk ezt a támadást is. Újból labdát kell szerezni, és újból neki kell látni a támadásnak. Miért visszapasszolod? Jó, itt megindítjuk a szélét, aki bepasszol egyet. Nagyon jó, aki továbbadja. Aki belelövi az emberbe jobb külsővel, fél centiméterről. Nagyon érthető, hogy mit csináltunk ott bent középen, mert szerintem egyáltalán nem. Rábbis szép gólt kéne lőnünk. Azt már hallottak a játékosai. Oké, valahogy sikerült megtartani ezt a labdát. Induljunk, induljunk. Futás, de... Vagy lehetnek ilyen lassúak, és ott elvesztjük a labdát. Nagyon nem tudnak futni, pedig jó fizikumú játékosok, és teljesen meghaltak a 80. percre. Azért én ezt nem értem. Kitesszük. Akkor nem tesszük ki a szélre. Rendben, én a kontrollemben teljesen elhúztam pedig. De akkor ezek szerint nem úgy érzékel. Nem egy jó bajnokok ligája kezdés. A bajnokságot simán hozzuk, de megint nem tudunk játszani, úgyhogy ez a mai nap ez nem jött össze. Még a becsület gól se. Ráadásul azt hittem 4-0 lett.
Ráadásul azt hittem 4-0 lett, de még meg lehet első, hogy 4-0 lesz. Nem, kifejeljük a labdát. És a játékvezető lefújja a mérkőzést. Hát ez szomorú bajnokok ligája kezdett. Reméljük a következő részekben jobban fog menni. Kiadjam az interjút. Nagyon nem kezdtük jól a szezont, a bajnokok ligája szezont, de semmi probléma. Innen kell majd tovább jutnunk. Ha tetszett a videó, kérlek, dob rá egy lájkot, mindenképpen iratkozz fel, és ne felejtsd el megosztani se. Én Marci voltam, sziasztok! Okay, help me see color in